Pont az a cél, hogy ennek a ligetnek a megkezdésével, megvalósításával elinduljon egyfajta közösségi, társadalmi kohézió is, ami segíti azt, hogy születendő gyermekeink és a családjaik érezzék azt, hogy a gyökereik itt vannak a szülőföldön, a településen és a hazájukban. Mondta Herczig Lászlóné, az önkormányzat mellett működő Virágos Tolnáért és Mözsért munkacsoport vezetője, akkor, amikor felmerült a Babaliget kialakításának ötlete. A park nem csak növények gyűjtőhelye lesz, a tervek szerint, de sziklakert és padok is kikerülnek annak érdekében, hogy otthonosabbá tegyék a mözsi temető melletti területet. A 2021-ben, illetve a 2022. október 30-áig született babáknak ültettek fát Tolna-Mözsön. A Babaliget projekt kezdeményezője a nemrégiben megalakult Tolna és Mözs virágosításáért munkacsoport volt. Valamikor régen egy országos műsorban, nem emlékszem már rá, hogy melyikben, egy dokumentumfilm volt, ha jól emlékszem, és abban az egyik település életéről volt szó, de ez nem mostanában volt, és akkor megragadott ez a jelenség, hogy fát ültetni úgy, hogy a gyermeknek a nevére, és valahogy miután ez a csoport megalakult, arra gondoltam, hogy ezt nálunk is nagyon jó lenne meghonosítani. Amikor kiírtuk tulajdonképpen ezt a jelentkezési lehetőséget, akkor már jeleztük a szülőknek, hogy azoknak a jelentkezését várjuk, akik utána vállalják azt, hogy ezt a kis fát gondozzák, időnként meglátogatják, aszályos időben esetlegesen megöntözik, és egyáltalán törődnek vele. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelkép, hiszen azzal, hogy a fának nevet adunk, azzal tulajdonképpen a tulajdonosának valahol a gyökereire utalunk, hogy ez az a terület, ez az a hely, ahol ő született, és ahol ő tulajdonképpen mindig otthonra talál és visszatalál. Az önkormányzat fásítási programja részeként a mözsi temető mellett a korábban természetes vízgyűjtőként szolgáló, mára már feltöltött területen tervezett liget kialakítására 40 darab csemetét vásárolt. 22 szülő jelentkezett erre a faültetésre. Nagyon-nagyon örültünk neki, hiszen azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz mostanában a pandémia utáni időszakban az embereket összehozni, és pont ez volt az a pont, ami miatt úgy gondoltuk, hogy ezt most érdemes lenne megpróbálni. A fásítás tervezését és ültetését Mercel György kertészmérnök, a munkacsoport tagja vezette. Az eseményen a teren a Kft. Dolgozói, az érintett családok, valamint civil segítők vettek részt. A területen 5 nyárfát, 12 házsfát és 11 kőrist, illetve 12 tölgyfát ültettek el. Előzetesen megnéztük azt, hogy hány gyerek született 2022-ben az első fél évben, és ott 46-os számot láttam. Nyilván október 30-ig még voltak olyan kisgyerekek, akik megszülettek, és úgy gondoltuk, hogy ez a legnagyobb terület, ahol tulajdonképpen ezt a munkát el tudjuk kezdeni, hiszen itt 42 fát terveztünk elültetni. Minden család választhatott gyermekének egy fát, a kicsik nevét táblák őrzik. Herczig Lászlóné elmondta, a mostani első alkalom után jövő tavasszal tartanak egy névadó ünnepét. Először nyilván az ültetéssel kezdünk, aztán tekintettel arra, hogy ide 40 fát terveztünk, de a kisgyermekek száma 22, ezért a tavaszi időpontban ismét akciót fogunk hirdetni, akkor viszont már névadó jelleggel. Tehát próbáljuk folytatni, és próbáljuk azt elérni, hogy a fáinknak neve legyen, és gondozója legyen, és olyan emberek foglalkozzanak ezzel, akik valóban szeretnének törődni ezekkel a fákkal.